Nem mindennapi hivatással ismerkedhettek meg Tevelen az érdeklődők. Repülési élmény beszámoló részesei lehettek mindazok, akik elfogadták a teveli székelykör meghívását. A szervezet igyekszik olyan programokkal szolgálni, amellyel meg tudja mozgatni a közösséget, és ami maradandó élményt is nyújt számukra. Pilóta hölgy, a főhadnagy, teveli gyökerekkel rendelkezik, Tolna vármegyei hölgy, anyai részen Őcsényi, illetve apai vonalon teveli kötődésű, és ebből az alkalomból ugye meginvitáltuk, hogy tartsanak egy élménybeszámolót, ugye részben székely felmenőkkel is rendelkezik. A másik oldalon a hölgy nem akárki, mert ő az egyetlen, és a mai napig az első olyan hölgy, aki a kanadai kettes fázisú kiképzés véghez tudta vinni. Olyat tett le az asztal, és olyan teljesítmény nyújtott, ami egyedülálló, de nem véletlenül mai napig is ő az egyetlen nő, aki vezetheti ezt a Falcon típusú katonai személyszállító járművet. A főhadnagy örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy Tevelen, ahova a családi gyökerei kötik, tartson egy beszámolót arról a hivatásról, amely számára ma már mindennél többet jelent. Gyerekkoromban még teljesen más pályát tűztem ki magam elé, közgazdasági végzettségem van, és az egyetemmel párhuzamosan kezdtem el sportrepülni. Nekem édesapám aktív pilóta Mi-24-es harchelikopteren, úgyhogy a szenvedély az így, azt nála láttam először ezt a repülés iránti vonzalmat, és hát ugye egyetem alatt én is elkezdtem, hobbi szinten először, aztán megcsináltam a civil magánpilóta szakszolgálati engedélyemet, onnantól pedig barátokat, családtagokat, mindenkit el tudtam vinni kisgéppel akkor még repülni, és teljesen magával ragadott ez az érzés, és akkor eldöntöttem, hogy az addigi kitűzött célokat 180 fokos fordulattal megváltoztatom, és én is elindulok a repülés irányába, és hogy ezt választom akkor a hivatásomnak, mert mi egyébként akármelyik pilótát, ha megkérdezzük, senki nem úgy fog nyilatkozni, hogy ez egy munka, hanem ez egy életre szóló hivatás, és ez csak tényleg nagy motivációval, alázattal, nagy kitartással, rengeteg tanulással, ezt így lehet csinálni, de ez egy ilyen földön túli hivatás, tehát hogy tényleg szó szerint ez gyönyörű, gyönyörű, amit csinálunk. Mint mondja, nőként 120%-ot kell teljesítenie, hogy a férfiak világában komolyan vegyék. Ezt azonban mégsem bánja, hiszen szerelmének a repülésnek élhet nap mint nap. Amikor én jelentkeztem pilótának, akkor még elég kevesen is voltunk hölgyek. Azt azért így hozzá kell tennem, hogy hát most már egyre többen vagyunk, főleg helikopteren, meg utasszállítón is van velem együtt még egy másik pilóta hölgy. A maga a pilóta képzést belföldi és külföldi képzésekre tudjuk szétszedni. Itt belföldön is volt elméleti képzés, meg katonai nyelvtanfolyam, nekünk kellett ejtőernyősugrást is csinálni, ez például a civil pilótaságnál ilyen nincs. Nekünk egyedül kellett ugrani helikopterből, van 9 egyedüli ugrásom, és akkor ezt követően volt egy kiválasztás, akkor még egy Zlin 242-es kisgépen kezdtük a repülést, és ekkor jártam először úgy külföldön a képzésen belül, hogy Horvátországban, a Zadari légibázison, ott horvát oktatókkal repültünk, és utána vezényeltek ki Kanadába, ahol ott viszont a kanadai pilótaképzést az első magyar lányként sikerült abszolválnom, erre nagyon büszke vagyok. Onnan hazatérve pedig, ahogy az álmom is volt, szállító repülőgépre szerettem volna kerülni, és ez így is történt, de ennek is voltak folyamatosan, mai napig egyébként tanfolyamokat kell abszolválnunk, de ennek is voltak különböző fokozatai, itt is elméleti tanfolyam, szimulátoros tanfolyam, ezt külföldön Franciaországban csináltuk, és utána a gyakorlati repülésnek is volt belföldi része, illetve európai, és mivel akkor itt hoznám be, hogy az én típusom a Dassault Falcon 7X nagy hatótávolságú utasszállító repülőgép, ami azt jelenti, hogy nem csak Európán belül teljesítünk útvonalakat, hanem Európán kívül minden kontinensre, tehát Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia, Afrika, éppen ahova a katona kollégáinkat mondjuk a hivatása vagy a szolgálata hívja, mi oda elvisszük őket, és gyakorlatilag ez egy nagyon gyors gép, tehát a civil közforgalmi képekhez képest sokkal magasabban is megyünk, sokkal gyorsabban is megyünk, időjárási jelenségek fölött, tehát hogy nem is nagyon kell nekünk zivatarfelhőket kerülgetni, nagyon szeretnek emiatt velünk utazni, tényleg egy nagyon gyors és nagyon, nagyon rugalmas repüléseket tudunk végrehajtani.
Kinga a szakmaválasztás előtt tudta, hogy nem szeretne egy irodában ülni 8 órán keresztül. Választott hivatása teljesen kiszámíthatatlan időbeosztással jár. Amellett, hogy hétvégén is repülünk, vagy éppen ha ünnepnap van, de vagy hajnalban megyünk repülni, vagy éjszaka megyünk, vagy délelőtt, délután, nincs semmihez kötve. És az is csodálatos érzés, amikor a csillagos ég alatt húzzuk ki a bőröndöt a repülőhöz, vagy éppen kora hajnalba, és elindulunk egy távoli kontinensre, ahol más időzónák vannak, a szervezetnek alkalmazkodnia kell, tehát hogy én nem tudok ennél jobbat elképzelni tényleg, hogy ott fent a magasba is egy repülőgépet, amit én irányítok, vagy éppen a másik pilóta irányít, és ezzel megyünk. Ez a pálya, ez eleve nagyon sok akadályt és nagyon sok kihívást rejteget, és mai napig, tehát azok a pilóták, akik 30-40 éve repülnek, még ők is találkoznak új repülési szituációkkal, új helyzetekkel, tehát hogy itt soha nem jelentheti ki azt az ember, hogy mindenre fel van készülve, és ez nem csak akkor mondható el, amikor már az ember hivatásos pilótaként végez repüléseket, hanem a pilóta képzésünk során is, tehát az ejtőanyós képzés az pont nem tartozott a kedvenceim közé, de ott is az a gondolat motivált, hogy ha itt most nem ugrok, akkor visz lehet pilóta karrier. Na ez viszont elfogadhatatlan volt számomra, úgyhogy ugrottam. A Kanada se volt egyszerű, tehát ott az extrém időjárás, extrém hideg volt. Magyarországon nincs sok női repülőgép pilóta. Koller Kinga reméli, hogy karrierútja bemutatásával megmutatta a repülési szakma sokoldalúságát és kihívásait.